képzett társítások Egon este nemzetiben. Nagyon remélem, hogy legalább 5 évig fogunk találkozni minden napban. Igazándiból, amiért ez egész sorozat elindult, az egy díj. Idestől a mostani alkalom a harmadik, tehát a 3 éve van ez a díj. És hát ez nem egy díj, ez 2 díj. 2006-ban az Egon Magyarország jelentős összegű díjat alapított azzal a céllal, hogy elismerje a kiemelkedő művészi teljesítményeket, és a díjjal is felhívja a figyelmet az alkotókra. Méghozzá Magyarországon egyedülálló módon rögtön 2-t is alapított, a díjat és a társát. Az Egon művészeti díjat szakmai zsűri döntése alapján minden évben egy író kapja. A társdíjra pedig az író jelölt egy másik művészt, kizárólag másik művészeti ágból. Első alkalommal Spíró György vett át a díjat. György is itt van. A Fogság című regényért ő Jenei Zoltán zeneszerzőt tüntette ki a társdíjjal, Halotti beszéd című művéért. Tavaly Rakovszky Zsuzsa kapta a díjat, Visszaút az időben című verses kötetéért. Rakovszky Zsuzsa társdíjazottja Vojnics Erzsébet festőművész. Itt hadd beszéljek haza. Erzsébetnek november 20-án 17:30-kor nyílik egy nagy kiállítása itt a Nemzetiben. Annyira nagy, hogy durván 120 négyzetméter. Az előcsarnokban egy kicsit, hogy úgy mondjam, ütköztesse a teret. Valamivel. Legalábbis az ő festményeivel. Ma küldte át, hát nem semmi. És idén is van díjazottunk, a társdíjat pedig ma este fogjuk átadni. Idén tavasszal, azon írva idén tavasszal, költészet napján Kérei János kapta az Egon művészeti díjat, Asztali zene című művéért. Így aztán ma este ő fogja átadni a társdíjat annak az alkotónak, akinek ő át akarja adni a társdíjat. Üljél le! Köszönöm szépen! Jó estét! Kinek adtad a társdíjat? Kovalik Balázs. Kovalik Balázs. Szóval nekem az a gyanúm, hogy ez egy nagyon különleges típusú díj, ezt érzem. És ez... Mert? Hát nagyon-nagyon intim. Intim? Hát hogy van, szóval hogy annyira tisztességesen szubjektív, hogy van egy ember, aki vállalja a felelősséget, és hogy nem hoz létre bizottságot, tanácsadó testületet. Ő így kapta. Hát azért csak az, hogy ő neki azt kell mondania, hogy én így döntök. És ezért lehet, hogy megdobálják, utálják, szeretik, bármit csinálnak, és hogy ez innentől kezdve, hát szóval meghat. Akkor átadjuk neked, jó? Na, de jó.
Megkérem Horváth Andrát, az EGON Magyarország vezérigazgató helyettesét, hogy adját Kovarik Balázsnak, az EGON Művészeti Társadalmiához. Oda? Igen. De ott jobban mutatna, be van világítva.